suona chi lo chiese? Thank you.
szerkezetén. Este gyulladt ki a ház, a tüzet a szomszédok vették észre, ők hívták a tűzoltókat is, de közben berohantak az égő házba, hogy segítsenek az ott élő asszonynak. Egyikük nyilatkozott a tényekre. Be se tudtunk menni, mert olyan úgy égett az ajtó, ablak, hogy már be se lehetett menni. Szóval akkor kérdeztem tőle, hogy van-e gázfal, mert már nem tudtam, ugye. Azt mondta, hogy van, nem mondom, akkor hát menne, hogy jöjjön ki vele ő is. Na, azt utána nem soká jöttek a tűzoltók is. Hát először csak füst volt, utána egész fönn volt a lak. A tűzoltók három kocsival érkeztek meg, és azonnal oltani kezdtek, de a szakadó eső ellenére sem tudták megmenteni a házat, az teljesen tönkrement. Egy körülbelül 60 négyzetméteres arab területű családi ház tetőszerkezete, illetve az épület helyisége teljes eredetben égtek. A környéken élők több robbanást is hallottak. Az egyik egy gázpalack volt, amely még azelőtt felrobbant, hogy a tűzoltók megérkeztek volna. Az azt, hogy mentő szomszédok életveszélyben voltak emiatt. Valószínűleg az épületben tárolt vegyi anyagok is felrobbantak. Még kiérkeztek volna a tűzoltók, egy propánbután gázpalack az épületben felrobbant. Az épület lakhatatlanná vált, teljesen kiégett. A környékbeliek szerint a felrobbant gázpalackból szinte semmi sem maradt. Ide volt kidobva. Ide dobták ki a tűzoltók, de hát alig maradt belőle. Alig. A negyed része, ha megmaradt neki csak. A szomszédok szerint a ház tulajdonosa egy idős asszony, aki egyedül élt. Rengeteg holmit felhalmozott a házban. Úgy tudjuk, éppen főzni akart, de a tűzhelyből kipattant egy szikra. Ez gyújtotta fel a házat. A nő megpróbálta oltani a tüzet, de nem sikerült. Sajnálni lehet meg. Üreg volt, gyorsan meggyulladt, száraz volt. A néni se tehet róla, mert biztos, hogy... csak ügyetlen volt. A környéken lakók azt mondják, szerencsék, hogy szakadt az eső, amikor a ház kigyulladt, mert a környékbeli házak nagyon közel vannak egymáshoz. A házban élő idős nő az arcán ugyan megégett, de a mentők nem vitték el, mert a sérülései könnyűek voltak. Most a rokonai vigyáznak rá, egy közeli tanyám. A tényeket Alsó-Némediből Varga Balázs tudósította.